Sziasztok, itt vagyunk a Sostonoison, egy visszatérő, gyönyörű vendégünk van, Metzger Viki. Szia Viki, hogy érezted magad ma éjszaka? Hello, nagyon szépen köszönöm, hát iszonyatosan jó volt, brutális buli volt. Az ilyen bulikra szoktam mondani, hogy tényleg általában hónap bulia, vagy tényleg annyira jó érzés ilyen közönségnek játszani, hogy ez mindig engem úgy feltölt, hogy jövő hétig pörögni fogok szerintem. Ennek örülök. Mi az, ami igazán közel áll hozzád ebben a DJ-zésben? Tehát már egy jó ideje nyomod ezért ezt a szakmát. Mi az, ami motivál? Hát igen, most már 8 éve körülbelül, picit több mint 8 éve zenélek. Hát mindig az motivál, hogy jobbnál jobb legyek, szóval abszolút magamra koncentrálok, és mindig próbálom mindenből a maximumot kihozni. Meg nyilván feltölt a közönség, szóval, hogyha rajtuk látom, hogy szeretnek, meg élvezik a buliaimat, vagy akár a zenéket, amit a No Endes srácokkal csinálunk, énekes Tolvaj Reni, vagy Dukai Reginával, és szeretik az emberek, akkor ez motiválja szerintem az embert afelé, hogy még jobb legyen. Ki az, akit példaképnek tekintesz? Hú, hát én azt szoktam mondani, hogy így effektíven nincs példaképen, van nagyon sok külföldi DJ producer, akiket nagyon szeretek, meg felnézek rájuk, meg nagyon bejön a munkájuk, becsülöm, tisztelem, ilyen például Mac J, vagy Deoro, Diplo, kit mondjak még, hát nagyon sok van a régiek közül is, Eric Mario, Roger Sanchez, szóval én nagyon szeretem őket így nyomon követni, megfigyelgetni, de így effektíve példakép nincs, csak így abszolút őket követem, és így ellesek dolgokat innen-onnan, akár DJ-zés, vagy bármi más. Értem. Ugye mostanában azért gondolom a stúdióban is tevékenykedsz. Van-e új zene, illetve vannak a tervek a jövőre? Mi az, ami várható? Tevékenykedünk, igen. Ugyanis a fiúk csinálják a zenét, én inkább koordinálom ezt az egészet, hogy abszolút az én ízlésvilágomat tükrözze, vagyis így egy-egybe ugye a csapat ízlésvilágát tükrözze, vagy hogyha videoklipről van szó, vagy összehangolni a dolgokat, akár legyen az fellépés közös, vagy interjú, vagy bármilyen ilyen médiás dolog. Én abszolút ebben vagyok benne. A jövőre nézve meg lesz saját dal is, ami csak is az én nevemhez köthető, és azért, mert az én hangom lesz benne. Ugye én annak idején, amikor elkezdtem zenélni, én énekeltem is, és volt egy-két saját dalom, és most szeretnénk így visszatérni ehhez a dologhoz is, hogy legyen ténylegesen olyan, ami csak is az én nevemhez kötődik, és mondjuk az én hangom van benne, és most van is egy ilyen feldolgozás, amit el fogunk készíteni, és valószínűleg valamelyik külföldi labelnél fog megjelenni, úgyhogy ezt nagyon várom már. Az jó. Igen. Meg hát ugye Reginával, Dukai Reginával most jött ki a közös dal, Before You Go, lehet, hogy lesz hozzá videóklip, egyelőre lirik videó van, a Tolvaj Renivel, meg az I Rise című szám fog hamarosan megjelenni, ami egyébként már iTunes-on hallható, mert hogy a Reninek kijött az albuma, és két számunk is felkerült rá, az egyik az a Promise, a másik pedig ugye az I Rise, és ehhez is lesz videóklip forgatva majd hamarosan. Mi az, amit ugye manapság egyre több fiatal akar DJ lenni, egyre többen érdeklődnek ez iránt az elfogadás, a szakma iránt. Mi az, amit üzennél nekik? Hát én azt üzenném, hogy nem szabad feladni az álmaikat, mert én is mindig arra törekedtem, hogy meg tudjam valósítani őket, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, meg kell nyilván az elhivatottság, az, hogy az ember elegendő gyakorlást fektessen bele, meg úgy oldüzemben az egész. Szóval én azt gondolom, hogy nem elég, hogyha most valaki két számot összekever. Nagyon sok mindenről szól a DJ szakma, arról, hogy szórakoztató legyen, arról, hogy fel tudjon a DJ építeni egy bulit, arról, hogy tényleg harmonikusan mixeljen, és most nem csak azt, hogy két számot összekeverek, és na bum, már azt anyukámnak is meg tudom tanítani a mai lemezjátszókon. Én annó Pioneer százasokról tanultam, igaz, nem bakelitesztem, de utána ugye kb. A százas volt az, ami ilyen irdatlan szarminőségű, hát akkoriban jó volt nagyon, de most így, én egyébként örülök neki, hogy azon tanultam, mert aki azért azon tud, az mindenen tud szerintem játszani. Igen, tehát eljárt felett az idő. Igen. Egyébként így nőként milyen ebben a szakmában? Tehát hogy érzed magad? Tehát gondolom azért kapsz hideget, meleget is. Mi az, ami inkább körbevesz téged? Akár vélemények, akár bármi olyan, tehát most ezt nehéz így megfogalmazni, de nem érzed-e úgy esetleg, hogy egy picit hátrányosabb helyzetben vagy esetleg
éppen azért, mert nő vagy, sokkal könnyebben tudsz ebben érvényesülni. Hát ez is abszolút. Uh-huh. Amikor elkezdtem annó zenélni, akkor valamennyire hátrányban voltam, mert nyilván nő voltam, ismertek az emberek, mondjuk amikor elkezdtem, akkor még nem, de egy éven belül így megismertek ugye a Playboy kapcsán, és nyilván azért akkor voltak támadások, de nagyon örültem neki, mert 2 év alatt sikerült ezeket leküzdeni, és én voltam az első női DJ, aki ugye szakmai díjat kapott a Magyar Lemezlovas Egyesülettől, és azért ez nekem nagyon jó visszaigazolás volt, hogy nem az van, hogy elítélnek vagy bármi, hanem van helyem úgymond a szakmában. Azóta meg szerintem már egyáltalán nem szoktam belefutni szakmailag, tényleg nem. Én azt látom, hogy már így az emberek és a közönség is abszolút. Szóval én azt veszem észre, hogy manapság már annyi női DJ van, hogy lassan már nem lesz ez mérvadó, hogy most nő vagy. Nyilván bevonsz pasikat, meg minden, de hát egy jó pasi DJ is bevonsz csajokat, szóval ez most... Tehát szerintem ezt nem lehet így eldönteni. Meg hát tényleg az, hogy én szerintem egy jó csaj az egy dolog, megnézik egyszer, de mondjuk másodjára már nem biztos, hogy visszahívják, vagy harmadjára, vagy nem biztos, hogy évekig tudja csinálni azt, amit. Ha csak nem úgy lép föl, hogy kevés ruhában nagyon, vagy nem tudom. Szóval tényleg én azt gondolom, hogy az én stílusommal, amilyen én vagyok, szerintem elég jó irányban vagyok még mindig, úgyhogy, és azt remélem, hogy a jövőben is még följebb és följebb sikerül jutni. És mi az, amit a jövőtől vársz? Mi az, amit a jövőtől várok? Hát nagyon szeretném, hogy minél több rajongó legyen. Én az elmúlt 2 évben eléggé feladtam a külföldi dolgaimat, mert én ugye 5 évig nagyon sokat jártam, szinte csak külföldön léptem fel. És nekem annyira fontos volt az elmúlt 2 évben a magyar közönség, hogy én annyira visszavettem ezekből a külföldi bulikból, hogy konkrétan most már évi 10-15 bulim van mondjuk külföldön, a többi meg itthon. Inkább arra törekszem, hogy itthon legyek, és az olyan jó bulikba, meg olyan jó helyekre eljussak, mint például a Sóstónóz, ami ma is volt, mert ez engem annyira feltölt, hogy nincs is kedvem elutazni. Igazából ez az, ami motivál engem. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem, találkozunk még. Én is remélem. Szia. Egyébként.